21 év alatt nagyon sok fiatal tudós, akik most már a katedrán állnak és valahol tanítanak, vagy tudományos munkával foglalkoznak kutatóintézetben, indult el ezen az úton, és vált immár érett tudósá. Most is sokan jelentkeztek, 24 fiatal nyert felvételt, különböző tematikákban, 3-4 szekcióban volt a felvételi viska, ilyenkor meghívunk külföldi tanárokat is. Fel feltétel az, hogy több nyelvet beszéljenek, az államnyelv mellett idegen nyelvet is, és a, a, folyamat kapcsán erre külön ki fogunk térni. Gratulálok nekik, és remélem hamarosan felváltják a helyünket, és a demargációs vonal, vagyis a katedra másik oldalára kerülnek. Most mi tanítottuk őket, és hamarosan ők fognak minket tanítani. Ehhez kapcsolódik egy olyan ösztöndíjrendszer is, ami viszont már a külföldön szerzett okiratok honosítás segíti elő. Tudjuk, hogy sokan szeretnek külföldön tanulni, de nem mindenki tér vissza, illetve egyre kevesebben térnek vissza. Ezt a folyamatot segítjük azzal, hogy aki itthon honosítatta a dolgozatát, vagy a fokozatát, vagy egyetemi MSC szintű diplomáját, oklevelét, annak a költségeit átvállaljuk, mert ez elég költséges eljárás. A költséges eljárás azt jelenti, hogy ugye le kell fordítani dokumentumokat be kell adni, el kell küldeni Kievbe, közjegyzőnél, és így tovább, illetve néha még az okleveleket, magukat, a diploma munkákat is fordítatni kell, meg a téziseket. Most ebben az évben két PhD fokozat honosítására került sor. Mindig akkor fizetünk, amikor már befejezik, tehát meg kell, hogy előlegezik, és két MSC szintű oklevére. Mind a kettő, mind a négy oklevél olyan, amit igazából itthon az itteni felsőoktatási intézmények nem tudtak volna megszerezni, de tudásukra és a tudást hitelesítő oklevére nagy szükség van ahhoz, hogy a tudásokat utána a kápáthai magyarság érdekében használják fel.